Sziasztok! Hunyadi Zsuzsi vagyok. A Pannon Egyetem hallgatója voltam Gazman szakon, amikor Atlantába mentem szakmai gyakorlatomat teljesíteni, és nyertem egy Campus Hungary ösztöndíjat hozzá. Atlanta az Amerikai Egyesült Államok déli részén található, és agglomerációval közel 6 millió embernek ad otthont, és velük együtt élhettem én is. Megtalálható itt a CNN, a Coca-Cola és a Delta Airlines központja. Ezek a cégek innen indultak és mai napig itt operálnak. Magyar Képzőművészeti Egyetem negyedéves hallgatója vagyok, és szeptemberben lehetőségünk nyílt rá, hogy a Campus Hungary támogatásával kiutazzunk az osztályunkkal Helsinkibe egy rövid tanulmányútra. Különböző területen, szakmai területen dolgozó emberek előadásait volt alkalmunk meghallgatni, például szociológusok, belső építészek, grafikusok, dizájnerek és így tovább. Engem Kovács Andrásnak hívnak, az ELTE természettudományi karán vagyok doktorandusz, alapvetően fizikus végzettségem van, asztrofizika területre specializálódtam, és ennek kapcsán volt szerencsém kimenni először 3 hónapra egy szakmai gyakorlatra a Hawaii Egyetemre. Sikerült nagyjából 3 publikációnak megfelelő adatot kielemezni és olyan eredményeket produkálni, amik várhatóan akár nagy nemzetközi visszhangot tudnak majd kiváltani. Amit leginkább tudok hasznosítani, és itthon nem jellemző, a networking kihangsúlyozása és abba a profizmus megszerzése. Kamatoztatható a protokoláris tudás, tehát annak az elsajátítása, hogy professzionális üzleti környezetben hogyan kell viselkedni, hogyan kell beszélni, és esetleg kapcsolatot létesíteni számunkra fontosabb vagy célcsoportba tartozó személyekkel. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy kiutazzunk Helsinkibe, és azért pont Helsinkibe, mert tulajdonképpen mi ezt úgymond a skandináv, illetve az északi design kultúra központjának tartjuk, és a Design Heat ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt számunkra, hogy megismerkedjünk ezen tájegységnek a sajátos vizuális kultúrájával. Nagyon-nagyon sok dologgal tudtunk megismerkedni odakint, és úgy gondolom, hogy nagyon jól be is tudjuk építeni ezt a saját szakmánkba. Nem is csak, hogy a saját szakmánkba, hanem inkább itt Magyarországon a vizuális kommunikációba. Atlantában található az Atlanta Braves baseball csapat, akik az első osztályban játszanak, és volt szerencsém számos alkalommal megtekinteni őket játék közben. Egy alkalommal még a Magyar Nagykövetségről is kaptam hozzá nézőtársakat. Rengeteget futottam, rengeteget bicikliztem, kirándultam, ez mindig voltak partnerek. Van Hawaiian, Oahu szigetén egy nagyon jó hely, ahol viszonylag könnyű teknősökkel találkozni a vízben. Ez a legjobb talán Hawaii-ban, hogy ott van egy nagyváros, nagy intézet, de nagyon közel van a természet, úgyhogy minden nap lehet sportolni, vagy kirándulni nagyon könnyen. Hazaérkezésünk után annyi élményben volt részünk, amit meg szerettünk volna osztani az egyetemen tanult társainkkal és Magyarországon élő emberekkel, hogy arra gondoltunk, hogy létrehozunk ebből egy kiállítást. Bárki bárhova el tud menni a Campus Hungary-vel, az biztos, hogy előre fogja őt vinni a karrierben is, és valahogy a magánéletben is.